hagyj kérdezzem meg tőletek, drága tanult barátaim, hogy ezt értem, remek, akkor miért voltak ezek a hülye választások itt Európában? Ezek ott szépen összeállnak egy nagy masszává, és ugyanúgy, ahogy az kvázi ez a szó nem jó, mert a hazafias népfront legalább nevében hazafias volt. Ez egy olyan népfront, amit itt csináltak az Európai Unióban, aminek pontosan az a cél, és ez a lényeg, kedves Zsolt, úgyhogy tudok válaszolni a kérdésedre, nem érdemes az európai parlamenti választásokkal részben, mert akármit csinálsz, ezek szépen összehozzák a biznyákot a saját kedvükre, és mindig 100%-kal Ursula von der Leyen elvtársnőt teszik a központi bizottságért. Mint hogyha követelmény lenne, hogy minél korruptabb gazember legyen valaki, akkor lesz belőle kiváló vezetője az Európai Uniónak. Azon gondolkoztam, hogy mi az az érdem az elmúlt 5 évből, amit ő, ami azt arra indította ezeket, hogy őt újra megválasszák. Kiléptek az angolok, vagy az Egyesült Királyság, nem sikerült megakadályozni a háborút, és nem sikerült békét teremteni Európa szélén, korrupciós botrányok, a COVID járvány teljes, totális elbarmolása az Európai Unióban. Mi az Ursulánál? Hát mi talán az, hogy az európai gazdaság is az összeomlás szélénál. Talán. Megvan a megoldás, igen, rá tapintottál. Tehát, hogy mi volt az, amikor összeültek, hogy na tényleg ez az, amit olyan marha jól csinált ő.